Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Takarékszövetkezeti fúzió, az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre néhány héten belül. A helyi választás más, több kifogásra számítanak a területi választási irodán. Autómentes nap Bonyhádon, az egészségmegőrzés és a közlekedési szabályok ismerete a cél. Eltérő tarifák, már pénzbe kerül az elektromos autók feltöltése. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Néhány héten belül lezárul a hazai takarékszövetkezetek összeolvadása, ezzel pedig az ország egyik legtőkeerősebb, 100%-ban magyar bankja jön létre. A Hungária Takarék már most is a régió egyik legmeghatározóbb pénzintézete. A fúzió várható előnyeiről most Dombóváron tájékoztatták a vállalkozókat. A Hungária Takarék óriási változás előtt áll. Az országban most még 11 külön pénzintézetként működő takarékszövetkezet ugyanis hamarosan egy nagy bankká olvad össze. Ezzel kapcsolatban tartottak vállalkozói reggeli Dombóváron. A beszerzések piacán megítélésem szerint jobb árakat tudunk elérni, tehát a dologi költségeket mindenféleképpen tudjuk csökkenteni. Termékfejlesztésünk is hatékonyabb lesz, hiszen központi termékek fognak megjelenni, és nagyon remélem, hogy az az ügyfélkör, aki eddig minket választott, tovább is fog ragaszkodni hozzánk, hiszen a kollégák ugyanazok maradnak, fizikailag ugyanott fogunk maradni. A Takarékbank felállásával az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre, és jelentős fejlesztések várhatóak az elérhető szolgáltatások területén is. Ám a Hungária Takarékra jellemző ügyfélközpontú szemlélet a régi marad, mondta Gáspár Csaba, a Takarék ügyvezető igazgatója. Megpróbáljuk megőrizni a Takarékszövetkezetnek azt a bensőséges, közvetlen kötődés sugárzó arculatát, ami igazából megkülönböztetett eddig bennünket, takarékszövetkezeteket, a nagy nemzetközi bankhálózatoktól. A vállalkozói reggelin Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Dombóvár országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a fúzió után a most 80 Tolna és Baranya megyei önkormányzat vagyonát kezelő Hungária Takarék még meghatározóbb erő lehet a helyi gazdaságban. A különböző projektek lebonyolításánál például mindig a vállalkozók és az önkormányzatok mögé jár, úgyhogy a bankra mi ezután is számítunk, és reméljük azt, hogy megerősödve kerül ki majd az átalakulásból. Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter arról beszélt, hogy a beruházás kivitelezésekor, majd az üzemeltetés során is szükség lesz a dombovári vállalkozások termékeire és szolgáltatásaira. Az ehhez szükséges fejlesztéseknél pedig nekik lehet jó pénzintézeti partnerük a Hungária Takarék. Akár dombovári szállítók is beszállhatnak, és csarnoképítés, festőüzem, betonkeverőüzem, belső úthálózat, vízvezetés, tehát számtalan lehetőség van ebbe a fővonalási épületek, csak amikor itt kialakul egy szerves együttműködés, akkor értelemszerű az már előnyt tud majd a nagy épület építésén jelenteni. Az országban működő takarékszövetkezetek egyesülése várhatóan idén október végére fejeződik be. Indulása óta már 310 ezer család kapott támogatást az Otthon Melege programban, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A program visszanem térítendő támogatással és kamatmentes hitellel ösztönzi a háztartások energetikai korszerűsítését. 2014 óta 70 milliárd forintot vállalt át így az állam a hazai háztartásoktól, ebből 36 milliárd forint visszanem térítendő támogatás volt. Ciklusszáró ülést tartott a bátaszéki képviselőtestület. Bozsolik Róbert polgármester az értékelő beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 5 évben politikai vitáktól mentesen a város fejlődéséért dolgozott a testület. Mint fogalmazott, az összefogás és a felelős gazdálkodás eredménye, hogy jelentősen nőtt a város vagyona. Mint egy 1,9 milliárd forint pályázati forrást tudtunk bátaszékre hozni. Az életünk, városunk életének sok-sok területén tudtunk értéket létrehozni. Ez is fontos ahhoz, hogy egy közösség jól érezze magát. De úgy gondolom, abban gazdagodtunk igazán, hogy közösségként tudtunk ebben az 5 esztendőben gondolkodni. Ezeket az eredményeket együtt értük el. Nem a polgármester, nem a képviselőtestület, hanem ennek a városnak a közössége, aprója, nagyja, kicsitől az időség.
Több kifogásra számítanak az önkormányzati választási kampány ideje alatt a területi választási bizottságnál, mint a korábbi Európai Uniós vagy országgyűlési képviselőválasztásnál. A területi választási iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás általában sokkal személyesebb, így a kampány is hevesebb tud lenni, mint általában. Mi sokkal többre számítunk, mint amennyi az előző két választásnál volt. Gábor Ferenc, a területi választási iroda vezetője azt mondja, az önkormányzati választás más, mint a többi. A májusi európai parlamenti választás előtt szinte csak központilag folyt a kampány, ezért kevés kifogás érkezett helyben, és a 2018-as országgyűlési választás kampánya alatt sem volt kiemelkedően sok dolguk a választási bizottságok tagjainak a kifogások elbírálásával. Az önkormányzati választási kampány ideje alatt viszont jóval többre számítanak. Sokkal személyesebb a kampány. Ebből kifolyólag sokkal nagyobb a versengés, és ebből kifolyólag azt látjuk, hogy azt gondoljuk, hogy sokkal több kifogás fog érkezni a választási bizottsághoz, mint az előző kettő választásnál, az EP választásnál és az országgyűlési választásnál. Tehát mi arra készülünk, hogy több kifogás lesz. Szeptember 9-éig lehetett jelölteket bejelenteni, attól kezdve lehet mondani, hogy tulajdonképpen élesbe fordult a kampány. Aki törvénysértést tapasztal ennek során, az kifogással élhet, amit a helyi választási bizottságok bírálnak el első körben. Dolguk van bőven. A jelöltek nyilvántartásba vétele megtörtént, a sorrendeket is megállapították. A szekszárdi választási bizottság azóta szinte 2-3 naponta ülésezik, és eddig mindegyik ülés napirendjén szerepelt kifogások elbírálása is volt, hogy csak az. 3 napon belül döntést kell hozzanak, ami ellen persze lehet fellebbezni, azok az ügyek jutnak a megyei szintre, vagyis a területi választási bizottság elé. Nekünk is szűk a határidőnk, 3 nap áll rendelkezésre, hogy a területi választási bizottság hozzon egy döntést, és ez ellen is még lehet egy jogorvoslati fórum, bírósági felülvizsgálat, ez pedig szintén a területi választási bizottság döntés ellen lehet benyújtani, és a Pécsi ítéltáblához fogjuk felterjeszteni. A rövid határidők azért vannak, hogy ne húzódhassanak el az ügyek, és ne befolyásolhassák a választás végeredményét, illetve hogy mielőbb értesülhessenek a választópolgárok, a jelöltek, jelölő szervezetek is, hogy a tevékenységük helytálló-e vagy sem. Fellebbezés elmulasztása esetén a döntés kötelező az érintettekre nézve. Ismétlődő törvénysértés esetén pedig a választási bizottságok akár bírságot is kiszabhatnak. Több mint 70 ezeren látogattak ki az idei szekszárdi születi napok programjaira, olvasható a szervező Babits Mihály Kulturális Központ közleményében. 4 napon keresztül összesen 65 féle program és 40 színpadi produkció várta az érdeklődőket. Az idei év legnépszerűbb eseményei is a Szent István téri nagy koncertek, valamint a születi felvonulás voltak. Évek óta megszervezik Bonyhádon az autómentes napot. A rendezvények változatlan célja az egészséges életre és környezettudatosságra nevelés mellett a gyerekek közlekedési ismereteinek bővítése. A gyerekek zumbával melegítettek az autómentes napra, ahol sokféle mozgás és játék várta őket. Bonyhádon évek óta rendszeresen szerveznek autómentes napot, ahol a cél a mozgás és a környezettudatosság megerősítése mellett a közlekedési szabályok ismeretének elmélyítése. A cél elsősorban az a legfiatalabb korosztály, a gyerek óvodás, tankoteles korosztály rávezetése, a kerékpározás, az alternatív közlekedési módok fontosságára, illetve nem utolsó sorban a KRESZ betartására, a gyalogos közlekedés során tudják alkalmazni a KRESZ szabályait, hogy biztonságban legyenek a gyerekek. Hogy gyakoroljuk a közlekedés szabályainak a betartását. Volt, aki rollerrel, volt, aki elektromos autó segítségével ismerkedhetett a legfontosabb KRESZ szabályokkal. Köllőr a Nevárosi Sportcentrum igazgatója azt mondta, egy-egy ilyen rendezvény lendít a családokon a mozgás utáni vágyra. A lényeg a mindennapos sportoláson van, és hogyha a gyerekek látnak jó példát, akkor az segít nekik. Ebben nem elég csak a gyerekekre hagyatkozni, ugye egy 5-6 éves gyereket még a szülők befolyásolnak. Tudom magamról, én is szülő vagyok, hogyha elviszem magammal a gyerekeket bicajozni, vagy túrázni, akkor teljesen más a gyerekeknek a lendülete. A szervezésben és lebonyolításban részt vettek a helyi tűzoltók és a bűnmegelőzés munkatársai is, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy a kerékpárok mai árai mellett fontos a biztosítás is.
Drágul az elektromos autózás, fizetőssé vált az elektromos autók töltése, eltérő azonban, hogy melyik szolgáltatónál mennyi pénzt kérnek az áramtankolásért, és hol marad ingyenes az önkormányzattal közösen üzemeltetett egység. Egyelőre nagy a káosz a szolgáltatók piacán, nehéz kiigazodni az árakon. Szekszárdon 2016 ősze óta működik elektromos töltőállomás a piac mellett. Bátaszéken pedig 2017 óta lehet feltölteni az elektromos autókat. A Tolnai megye székhelyen 2018 nyarán egy újabb töltőállomást adtak át a strand parkolójában, és egyre több helyen, elsősorban bevásárlóközpontok parkolóiban lehet felfedezni elektromos töltőket, szerte a városban és Tolna megye több pontján. Egy nem hivatalos felmérés szerint közel 1000 töltőállomás működik az országban. Egy részüknél ingyen lehet feltölteni az autókat, mert egyes önkormányzatok vagy szolgáltatók átvállalják az eltöltés költségeit. Így van ez Bátaszéken is, ahol az önkormányzat működteti a töltőállomást, és ő is fizeti ki a villanyszámlát, ami havonta 4-5 ezer forintra rúg. Bozsolik Róbert a várospolgármestere kérdésünkre elmondta, elenyésző ez az összeg, így ők ezt továbbra is fizetni fogják. Nem úgy, mint a többi szolgáltató, amik az idén nyáron jelentették be, hogy fizetőssé teszik az elektromos autók töltését. Eltérő azonban, hogy melyik szolgáltató milyen tarifarendszert dolgozott ki. Van, ahol megkezdett töltésenként egységes az ár, van, ahol a tankolt áram mennyiségétől, van, ahol az eltelt időtől függ a tarifa, de akad, ahol e lehetőségeket tovább vegyítik. Az Elmű Émásznál például augusztus 1-től kilowatt óránként 10 forintról 99 forintra nőtt a tarifa, így megközelítőleg 1300 forintból lehet egy magas kategóriájú elektromos autóval 100 kilométert megtenni. Ugyanez egy benzines autóval 2300 forintra jön ki. Egyes kutaknál fix az összeg, független a felvett energiától és az eltöltött időtől, máshol ezt mérik. Nehéz tehát kiigazodni azon, hogy mennyibe kerül az elektromos autó feltöltése, és mindent egybevetve olcsóbb-e azt működtetni. Ha ugyanis hozzávesszük, hogy milliókkal drágább egy elektromos autó, mint egy benzines, akkor nagy kérdés, hogy a fizetőssé vált töltéssel mennyire éri meg egy elektromos autót megvenni. Még úgy is, hogy akár állami támogatás is igényelhető a vásárlásához. Eközben a környezetvédelmi szempontok is megkérdőjeleződtek egy tanulmány szerint. Egy uniós statisztika szerint Románia után Magyarországon hal meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben. Idén augusztusig 37 kerékpáros baleset történt csak Tolna megyében, ezek során 15-en súlyosan megsérültek. Az esetek kétharmadánál a biciklisek voltak a vétkesek. Sokan közülük számos szabályt áthágnak a közlekedés során, a rendőrség tapasztalata szerint. A legtöbb szabálysértés a gyalogátkelő helyeknél történik, ahol a biciklisek többsége nem száll le a kerékpárjáról, pedig egy esetleges ütközés akár végzetes is lehet. Le kéne szállni a kerékpárról! Nem száll le a kerékpárjáról, úgy hajt át a zebrán ez a férfi a szekszárdi kórház előtti gyalogátkelő helyen, hiába tiltja ezt a kressz és egy tábla is, és hiába állott egy rendőr. Ez a férfi sem veszi figyelembe a közlekedési szabályt, és fékezés nélkül áthajt a zebrán ugyanitt. Pedig számos baleset éppen emiatt következik be, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Annak ellenére, hogy védett úton közlekednek, Szekszárdon a kerékpárút nem teljes szakaszában működik, hanem a kerékpárút megszakad, és számos gyalogos átkelő helynél a kerékpárosoknak a táblajelzésekor le kell szállniuk, át kell tolniuk a gyalogos átkelő helyen a kerékpárt, majd onnét folytathatják az útjukat tovább a kerékpárjukkal. Rendkívül balesetveszélyes, ha valaki nem tolja a bicikliét a zebrán, hanem áthajt rajta, amennyiben nincs kialakítva bicikliút a gyalogátkelő hely mellett. A minap éppen itt a szekszárdi kórház előtti zebránál ütközött össze két biciklis. Az ütközés erejétől mindketten leestek a bicikliükről, és egyikük 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egyre több biciklis baleset történik Tolna megyében. Sokan nem adnak elsőbséget, az is előfordul, hogy nem csak az autósokra, gyalogosokra, hanem egymásra sem figyelnek. Egy fiatal biciklis pedig a piros lámpa ellenére hajtott át a zebrán Szekszárdon, és egy autó elütötte. A kerékpáros súlyosan megsérült. Ebben az évben augusztus 31-éig
37 darab kerékpáros baleset történt, majdben 15-en súlyos sérüléseket szenvedtek, 22-en pedig könnyebben sérültek meg. 24 olyan járművezető volt olyan kerékpáros, aki a balesetért okolható. Ez azt jelenti, hogy ők szegtek valamilyen szabályt, amelynek következtében a baleset bekövetkezett. Már csak azért is érdemes következetesen betartani a közlekedési szabályokat, mert a kerékpárosok súlyosabb sérüléseket szenvedhetnek, mint például egy autóban ülő. Az Eurostat felmérése szerint az uniós tagállamok közül Románia után Magyarországon halt meg a legtöbb ember biciklis közúti balesetben 2017-ben. Hamarosan ismét vakcinázzák a rókákat veszettség ellen. Az október 5-én kezdődő országos program idejére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el Tolna megyében. A vakcina tartalmú csalétkeket kisrepülőkről dobják ki a szakemberek a kijelölt övezetekbe, de a lakott és sűrűn beépített területeket nem érinti majd az eljárás. Az oltási programra a betegség megelőzése érdekében van szükség. A veszettség ugyanis a vadon élő és a házi emlős állatokra egyaránt veszélyt jelent. Regionális híreink következnek. Másfél milliárd adót csalt el a bűnbanda, akár 20 évet is kaphatnak a vezetők. Még mindig buszeladási botrány, most szerzik vissza a pécsi pályaudvarokat. Repülő hollandi Európa-bajnokság, magyar világbajnokok is a mezőnyben. Több mint másfél milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek egy 25 cégből álló láncolat. A cégháló vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerőkölcsönzéssel foglalkozott, az ország több pontján vállaltak megbízásokat. 20 gyanúsítottat fogtak el a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommandósai, a vádlottak többek között nem fizettek se adót, se járulékot, de fiktív számlákat is kiállítottak. Egy bűnszervezetként működő, 25 cégből álló láncolat tagjaival szemben javasol vádemelést a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pécsi központú vagyonvédelemmel, takarítással és munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó cégháló Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szegeden, Debrecenben és Kecskeméten vállalt megbízásokat több száz munkavállalóval. Az alkalmazottakat aztán elvileg bejelentették, gyakorlatban ez nem mindig történt meg, de alapvetően ami biztos, hogy az adókat és a járulékokat pedig nem fizették meg utánuk, bevallások benyújtása is, hol megtörtént, hol elmaradt. Ami még egy plusz elem, ugye, hogy a szolgáltatás után, a munkaerőkölcsönzés után áfát kellene fizetniük, ennek a megfizetése is elmaradt. Ezen felül egy komplett könyvelőirodát tartottak fenn a trükkök eltüntetésére, amit az egyik elkövető volt felesége irány. A bűnszervezet irányítóit végül országos akcióban a NAV kommandósai fogták el. A nyomozók mintegy 50 helyszínen tartottak házkutatásokat, tucatnyi gyanúsítottat vettek őrizetbe. A költségvetésnek okozott 1,6 milliárd forintos kár megtérülésére többek között ingatlanokat, bankszámlákat zároltak és készpénzt, luxusautókat foglaltak le. Jelen esetben a 20 gyanúsítottunknál 3 olyan fő gyanúsított van, akiknek a nagyobb súlyú bűncselekmények reméljük, hogy róhatóak lesznek a terhére, náluk akár 20 év börtönbüntetés is várható, illetve szabadságvesztés, azon belül majd a bíróság változtatja a fokozatot. A NAV bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás megalapozott gyanújával és 20 gyanúsított elleni vádemelési javaslattal adja át az ügyet a Baranya megyei főügyészségnek. A pécsiek többsége valószínűleg nem is sejti, hogy az Uránvárosban, a Budai Vámnál és Kertvárosban található buszpályaudvarok nincsenek a város tulajdonában. Azok napjainkban is a felszámolás alatt lévő pécsi közlekedési ZRT-hez tartoznak. Hamarosan azonban egy kedvező pénzügyi megoldás révén az önkormányzat megvásárolhatja azokat. Ez az uránvárosi buszpályaudvar, amit naponta több ezeren használnak a helyi járatos utazásukkor. Azonban kevesen tudják, hogy ez az ingatlan nem a város tulajdonában van. Az előzmények még a szocialista városvezetés buszeladásáig nyúlnak vissza. Még mindig találunk olyan csontvázat a szekrényben, amit a szocialista városvezetés hagyott az utódaira. Ez pedig az, hogy Pécsett az autóbuszpályaudvarokat, a végállomásokat most meg kell vásárolnunk közpénzen, holott szerintem mindenki azt gondolta Pécset, hogy ez a város része. Hát én is. Álmomban se gondoltam volna, hogy ez még mindig az az ügy, amikor ugye eladták egy forintért a buszokat a szocialisták, majd visszabérelték milliárdokért, és hát ugye valahogy a
az áfa tartalmat nem sikerült kiegyenlíteni, és ezért a NAV egy nagyon komoly milliárdos bírságot szabott ki. Ezért jelenleg felszámolás alatt van a Pécsi Közlekedési ZRT. De a Kertvárosi, a Budai Vámnál lévő és az Uránvárosi buszpályaudvarok továbbra is az egykori szolgáltató tulajdonában vannak. Ezek értéke 230 millió forint. Azonban a cég helyi adóval tartozik az önkormányzatnak, ezért a felszámolást végző társaság összesen 76,8 millió forintért eladja a városnak a buszpályaudvarokat. Ingyenes, akkreditált képzésen vehetnek részt védőnők, háziorvosi asszisztensek és szakdolgozók, hogy az emlőrákról tájékozódhassanak. Egy országos roadshow keretében szakemberek tartanak előadásokat a témában. A Mellünk Egészségért elnevezésű program első állomása volt a pécsi. Mellünk egészségéért. Ezzel a címmel indult el egy országos előadássorozat, melynek keretében többek között az emlőrák veszélyeiről hallhatnak előadásokat a szakértők. A program első állomása volt a szeptember 18-ai pécsi rendezvény. A cél, hogy a szakemberek a jövőben megtaníthassák a nőket, és kiemelten a fiatal lányokat a mell helyes önvizsgálatára, és felhívhassák figyelmüket az emlőrák veszélyeire. Igazából ennek van egy technikája, amit elég könnyű elsajátítani, havonta egyszer kell elvégezni a menstruációs ciklusnak ugyanazon a napján, körkörös mozdulatokkal kell áttapintani az emlőt, ezt lehet otthon tükör előtt, lehet fekve, lehet ülve, lehet állva, a lényeg az, hogy ugyanazon a napon végezzük. A tapasztalatok szerint egyre gyakrabban jelentkezik fiatalkorban az emlődaganat, tette hozzá dr. Drajkó Veronika. Ugye alapvetően fiatalkori emlődaganatról akkor beszélünk, hogyha 35 évnél fiatalabb nőkben jelentkezik. Jelenleg azt veszük észre, hogy 30 év alatti nőkben egyre gyakrabban fordul elő az emlődaganat, és azt szoktuk javasolni, hogy 16-17 éves kortól kezdjék el a fiatalok az önvizsgálatnak az elvégzését. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy az önvizsgálat a mindennapi rutin részévé váljon, leginkább a fiatal lányok körében. 400 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újult meg Balatonkeresztúr vízelvezető rendszere. A területen a csapadék éves mennyisége meghaladja a 800 millimétert. A heves esőzések miatt a település egy-egy részét gyakran elöntötte a víz, lakóingatlanok kerültek veszélybe. A mostani beruházással azonban közvetlenül a Balatonba vezetik vissza a vizet. Most egy 400 millió forintos csapadékvízelvezetési projektet fogunk átadni. A terület és település fejlesztési operatív programban elnyert pályázaton teljesen megújult Balatonkeresztúr vízelvezető rendszere. A beruházásra már nagy szükség volt, hiszen hosszú évek óta visszatérő problémát okozott a csapadék. 2010 és 2015 között 6 alkalommal is komolyabb villámár keletkezett. A legsúlyosabb az 2015. augusztus 17-én, amikor több száz ingatlant öntött el a hirtelen lezúdult csapadék, illetve pincéket és közterületeket is megrongált, veszélyeztette a 7-es főutat, valamint alámosta Budapest-Nagykanizsai vasútvonalat is. A mostani fejlesztéssel közvetlenül a Balatonba vezetik vissza a településről a vizet, így a lakó és nyaraló ingatlanok is biztonságban lesznek. Javában zajlik a repülő hollandi Európa-bajnokság Balatonföldváron. A tervek szerint a pénteki zárónapig 9 futamot rendeznek. A mezőnyben ott van a többszörös világbajnok magyar Majtényi Domokos páros is. Az első versenynapon 2 futamot rendeztek, ahol az esélyesnek számító Majtényi Domokos kettős mindkét körben a harmadik helyen végzett, így összetettben második helyen állt a dánok mögött, amelyek az idén talán a legnagyobb riválisok. A hidegfront beköszöntével és a szél erősödésével azonban változhatnak az erőviszonyok, vallják a versenyzők. Most a dánokkal szemben nekünk jó, hogyha fúj a szél, mert most egy könnyebb legénységgel indul a kormányos, úgyhogy mi várjuk, hogy egy kicsit erősebb szél legyen, és akkor most mi leszünk esetleg lépés előnyben. A magyar világbajnok páros szerint a jó szélen kívül természetesen számos összetevője van annak, hogy kinyeri a versenyt. A hajó is számít, összeszokottság is számít, mert ugye ketten vagyunk egy hajóba, fizikai erőlét is számít, illetve az, hogy ki mennyire tud rá koncentrálni, mennyire tudja azt a tudását hozni, ami szükséges a pályán való vitorlázás közben. A világbajnok pároson kívül még 6 magyar egység is indult a hazai rendezésű EB-n. A Majtényi Domokos párosnak régi álma válna valóra a jó szerepléssel, hiszen a Balatonon idáig még egyszer sem sikerült nyerniük.
Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Takarékszövetkezeti fúzió, az ország egyik legtőkeerősebb pénzintézete jön létre néhány héten belül. A helyi választás más, több kifogásra számítanak a területi választási irodán. Autómentes nap Bonyhádon, az egészségmegőrzés és a közlekedési szabályok ismerete a cél. Eltérő tarifák, már pénzbe kerül az elektromos autók feltöltése. Pénteken gyenge északias légmozgás lesz jellemző, a hideg hajnalt követően napközben gyorsan enyhülő, mérsékelten meleg időre készülhetünk. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!